Péntek, március 15. Nehézségekkel teli időskor. Rómabeliekhez írott levél, 12. fejezet, 12. verse. A reménységben örvendezők, a háborúságban tűrők, a könyörgésben álhatatosak. Orvosként felettébb aggódtam, feleségként pedig nem tudtam elfogadni a helyzetet. Miért pont az én férjemmel történik mindez? Egy életen át együtt gürcöltünk. Nagy szeretettel felneveltük a lányainkat, úgy gondoskodtunk róluk, mint törékeny virágszálakról. Elképzeltem, hogy nyugodt nyugdíjas éveink lesznek, különösebb nyomás és felelősségek, rohanás és stressz nélkül, amikor önfeledten örülhetünk egymás társaságának, ahogy örülni lehet egy szép nap végének, amikor már eláll a szél, és megcsodálhatod a napnyugtát. De ezen a földön nem mindig úgy történnek a dolgok, ahogy szeretnénk, vagy ahogy elképzeljük. A megváltó is ezt mondja, e világon nyomorúságotok lészen. Én mégis úgy gondoltam, hogy teszek egy próbát. Fogtam a fényképalbumot, amelyben kellemes emlékeinket őrizzük, és abban a reményben mutattam meg a férjemnek, hogy talán mégis reagálni fog úgy, ahogy régen szokta. De sehogyan sem reagált. Tehetetlenül vonta meg a vállát, mert semmire sem emlékezett. Az agyát megtámadta az álnok amiloidózis, és kitörölte az emlékezetét. Az agy, a teremtő által alkotott csoda. Testünk súlyának nagyjából 2%-át teszi ki, és több száz milliárd idegsejt alkotja. Az agyban egyetlen idegsejt közel 200 000 másik idegsejthez kapcsolódik. Micsoda autópálya hálózat! Milyen finoman hangolt mekanizmusok! De mekkora zavar keletkezhet a legapróbb rendellenesség miatt is. Sajnos a férjem betegsége súlyosbodik, és a fejlődő orvostudomány semmit sem tehet érte. Mi a megoldás? A megoldás a mai szövegben található. Legyetek tűrők a háborúságban. Igen, tűrők, mivel aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Hallottatok Jób türelméről. Türelem tehát, mert az Úr közel, és megváltoztatja a mi testünket.